Nagyon sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit ezen a mai estén. A mai esténknek a témája imádság a lélek által. Zakariás próféta könyvében a 12. fejezet 10. versében van egy ígéret, amelyet Károli fordításában így olvashatunk. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és a könyörületességnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az első szülött után. Ebben a versben van egy kifejezés, amit a Magyar Biblia új újfordításában a következőképpen olvashatunk: Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. Ez a kifejezés található tehát ebben a versben, hogy Isten azt ígéri, hogy kiönti a könyörület, és a könyörgésnek a lelkét. Az imádságnak a lelkét fogja kiönteni, és ez segít nekik abban, hogy Krisztus áldozata igazán megérintse a lényüket, és elvégezze azt a szívükben, amire szükségük van. Az új szövetségben is találkozunk ezzel a kifejezéssel. Tény, hogy nem sok helyen, összesen én két helyet találtam, ahol ez így szó szerint van, hogy az imádság lelke és találtam még egy kifejezést, ami meggyőződésem szerint arra utal, de mind a két helyen, ahol találkozunk vele, arra hív fel, hogy mi imádkozzunk a lélek által. Amikor Pálapostól beszél a lelki fegyverzetről, amelyet Isten biztosít a hívők számára, hogy győztesek lehet, lehessenek, akkor a fegyverek elmondását követi a 6. fejezet 18. verse az Efézusi Levélben, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozva, minden időben a lélek által. És ugyanezen dologban vigyázva minden álhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. Tehát azt mondja, hogy a lélek által imádkozva. Júdás apostol leveleiben a 20. 21. versben olvassuk a másik kifejezést. Ti pedig szeretteim, épülve a ti szentséges hitetekben, imádkozva a szent lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre. Ebben a versben, hogyha egy kicsit megnézzük, egyenesen azt mondja, hogy ahhoz, hogy megtartsuk magunkat az Isten szeretetében, az örök életre, az üdvösségre, ahhoz arra van szükségünk, hogy növekedjünk a mi hitünkben, épülve a ti szentséges hitetekben, hogyan lehetséges ez, imádkozva a Szentlélek által. Miért fontos ez a felhívás, hogy a lélek által imádkozzunk? Ha megnézzük a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy van benne egy alapvető gondolat. Ez az alapvető gondolat, hogy mi ne a magunk módján legyünk vallásosak. Ez különbözteti meg valahol a Bibliára épülő, az Isteni kinyilatkoztatásra épülő hitet minden más vallástól, az emberi vallásosságtól. Hogy az ember úgy közeledik az Istenhez, ahogyan az Isten azt kéri, ahogyan az Isten azt mondja. És nem a maga elképzelése szerint, és nem a maga vágya szerint. És azt olvassuk János Evangélium a negyedik fejezetében, a 23. és 24. versben, eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójúl. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy az atya olyan embereket keres, akik lélekben, lélek által, és igazságban imádják őt. Ez a vers egyenesen szükségszerűségként mondja ki azt, hogy Istent az ő lelke által imádjuk. Isten olyan embereket keres tehát, akik nem a maguk módján közelednek hozzá, hanem elfogadják azt, hogy Isten vezesse őket az imádatukban. Elfogadják, hogy azon az úton igazságban közelednek az Istenhez, amelyet az Isten tanít, és azon a módon közelednek az Istenhez, amelyet az Isten kelt az ő lelkükben, amelyet az Isten munkál az ő szívükben. Másként megfogalmazva, ne csupán lelkesek legyünk az Isten követésében, hanem engedjük, hogy az Isten lelke indítson, késztessen és vezessen minket. Pál Apostol a római levél bevezetésében az első fejezet 9. versében mond egy nagyon kis részletet, egy kis kifejezést használ. Azt mondja, hogy az Istent én lelkem szerint szolgálom. Hogy neki én lelkem szerint szolgálok. Ez megint nem csak azt jelenti, hogy én szívből lelkesedéssel szolgálok, ez is egyébként egy nagyon szép gondolat lenne. De ennél több van ott. A bennem munkálkodó szentlélek által szolgálok az Istennek. Szeretnék egy ószövetségi képet ide idézni, hogy egy kicsit értsük a jelentőségét. Azt látjuk az ószövetségben, és ezzel többször találkozunk, hogy amikor áldozatot mutattak be Istennek, akkor az áldozatot nem ők gyújtották meg. Oda készítették, mondjuk, ha illés történetét nézzük. Oda készítettek mindent, és Isten volt az, aki meggyújtotta az áldozatot. De ugyanez történt az Ószövetségi Szentélyben is. Oda készítettek mindent, előkészítettek mindent, és a legelső alkalommal Isten volt az, aki meggyújtotta a szentélyben a tüzet, és ezt a tüzet őrizniük kellett. Nem szabadott idegen tüzet bevinni. Nem szabadott elhanyagolni, hogy ez a tűz kialudjon. Ahogy a Mózes harmadik könyve 16. fejezet 13. versében olvashatjuk, a tűz szüntelenül égve maradjon az oltáron, és el ne aludjon. Szeretnék egy részletet olvasni a Szentlélek eljön tirátok című könyvből. Csupán egyetlen módon járulhatunk Istenhez. Imáink egyetlen név által jutatnak el hozzá. Közben járunk az Úr Jézus által. Kell, hogy az ő lelke ihlesse kéréseinket a füstölőkben, amelyeket a szentében lóbáltak meg Isten előtt, az imádság idején, az aranyoltárnál, nem lehetett idegen tüzet használni. Tehát maga Isten szítja szívünkben az égő vágyat, hogy imáink elfogadhatóak legyenek előtte. A bennünk élő szentléleknek kell közben járnia értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ez most a kívánalom oldaláról fogalmazta meg. De hadd mondjam, hogy milyen hatalmas nagy ajándék ez. Milyen hatalmas nagy ígéret, hogy az Isten tiszteletében nem vagyunk magunkra hagyva. És nem azon múlik, hogy milyen a habitusunk. Vannak emberek, akik olyan halvérűek, nagyon nyugodtak. Vannak emberek, akik nagyon nagy szélsőségek között mozognak. És akkor az egyik a maga módján tiszteli, a másik is a maga módján tiszteli. És nyilván benne lesz a személyiségünk, tehát ezt nem lehet kihagyni. De milyen hatalmas nagy dolog, hogy Isten maga képesít minket az imádatára. Hogy ő adja a szívünkbe, hogy ő munkálkodik a lelkünkben. Láttuk tehát, hogy Istennek ez nem közömbös. Isten olyan imádókat keres, akik igazságban az ő tanítása szerint és az ő lelkétől indítva. Imádják őt és fordulnak hozzá. Tegyük fel a másik oldalon a kérdést, nekünk miért fontos, hogy a lélek által imádkozzunk? A mi, mi számunkra miért olyan fontos, hogy Isten lelke által imádkozzunk? A Római Levél 8. fejezet 26. versének az első részét szeretném ide idézni, mert hogy azt mondja ez a Biblia vers, hogy mi erőtelenek vagyunk és az Isten lelke siet a mi erőtlenségünkre, és mi az erőtlenségünk lényege, mert azt, amit kérnünk kell, amit, amit szükségünk lenne, hogy kérjünk, amint kellene, nem tudjuk. Nem kevesebbet állít pálapostól, mint azt, hogy mi nem tudunk jól imádkozni a Szentlélek nélkül. Kell, hogy Isten siessen a segítségünkre, Mit jelent ez, hogy nem tudunk imádkozni nélküle, hogy nem tudunk jól imádkozni nélküle? Gondoljunk csak bele abba, hogy ha Isten minden imádságunkat meghallgatná, akkor jó lenne -e. Gondoljunk bele abba, hogy hányszor fordul elő, hogy önzéstől elsötétült lélekkel könyörgünk olyan dologért, amit ha kijózanodunk, akkor azt mondjuk, hogy de jó, hogy nem hallgatta meg az Isten. Hogy nem adta meg. Amikor visszafele nézzük az életünket, akkor sokszor rádöbbenünk arra, hogy a legnagyobb áldást számunkra azok az események jelentették, amelyeket kihagytunk volna, ha rajtunk múlik, és azt kértük az Istentől, hogy ez ne legyen az életünkben. Hát ezért. Emlékezzünk vissza, mit tanultunk Jézus Krisztustól, melyik a legfontosabb kérés az ő tanítása szerint? A legfontosabb kérés a megszentelődés kérése. A megszentelődés soha nem a könnyebb úton keresztül történik. A megszentelődés soha nem a gondtalan körülmények között történik. Szodomának az volt a baja, hogy edényből edénybe nem öntötték. És ezért rajta maradt a szaga, ott maradt az íze. A megszentelődést munkája Isten. Ez a legfontosabb kérés. Ezért Isten azt szeretné, hogyha mi az imádságainkban azonosulnánk az ő céljaival. És ehhez arra van szükség, hogy ne a saját lelkünkből fakadjanak egyszerűen a kérések hanem azt szeretné, ha az ő lelke tudná ezeket a kéréseket indítani. A 32. Zsoltár 8. és 9. verse egy csodálatos ígéretet tartalmaz ezzel kapcsolatban. Azt mondja, bölcsét eszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, amelyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Kicsit álljunk meg, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mire utal az a kifejezés, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Meg tudjuk-e érteni ezt a gondolatot? Nagyon szép önmagában a kép is, amikor belegondolunk, hogy van egy apa, aki csak ránéz a gyermekeire, és a gyermekei tudják, hogy az apa mire gondol, és mit szeretne, mit tart jónak, és mit nem tart jónak, és hogyan kéne viselkedni. De én azt gondolom, hogy ennél még több van ebben az ígéretben. Jelenések könyve, 5. fejezet, 6. verse, de más helyen is a Bibliában találhatunk erre utaló gondolatokat. Azt mondja: Látott egy királyi széket, négy élőlényt a királyi szék között, és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. Ennek a báránynak hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét lelke, ami elküldetett az egész földre. Amikor azt mondja, hogy szemeimmel tanácsollak téged, akkor ezt megfogalmazhatjuk úgy, hogy bölcsét eszlek téged, megtanítalak téged az útra, amelyen járj, lelkemmel tanácsollak téged. Hatalmas nagy ígéret, nem? Mi közvetlenül nem tudjuk látni az Istent. Látnunk kell a láthatatlant. Nem tudunk a szemébe nézni most, így ahogyan. Egymás szemébe tudunk nézni. És mégis tudjuk a tud, tud a szemeivel tanácsolni bennünket, mert az azt jelenti, hogy ő a lelkével tanácsol minket. Isten szól hozzánk az igéje által, és mi imádságban tudunk válaszolni, tudjuk odaszánni magunkat az engedelmességre hogyha Isten lelke már az ige által és az imádságunk során rá tud mutatni a mi személyes szükségleteinkre, a hiányosságainkra, amelyek olyanok bennünk, mint az időzített bombák. Nem tudom, hogy komolyan vesszük -e ezt. Péter Apostol nem tudott róla, hogy van benne olyan dolog, ami bizonyos körülmények között Kedvező körülmények között, a rossz számára kedvező körülmények között, el tudja érni benne azt, hogy ő hűtlen legyen, és megtagadja Jézust. Őnek nem volt tudatában. Ezek a dolgok ott voltak benne, és ő nem tudta ezt. És Jézus megpróbálta figyelmeztetni erre. Csak volt egy baj, hogy Péter megsértődött. Péter nem elfogadta a figyelmeztetést, nem elgondolkozott azon, hogy mit lát bennem Jézus, mi az a dolog, amely miatt azt mondja, hogy meg fogsz engem tagadni. Nem keresett utána, nem kutatott a saját lelkében. Megsértődött, rossz néven vette Jézustól, és ezért el kellett esnie, mert az időzített bomba beindult és felrobbant a legrosszabb pillanatban. Azt olvassuk a Nagy Küzdelem című könyvben Jézussal kapcsolatban, hogy Jézusban a kísértő nem talált semmi kapaszkodót. Ezt úgy fogalmazta meg Jézus János Evangéliuma 14. fejezetében, jön-e világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Nem talált olyan gondolatot, nem talált olyan vágyat, nem talált olyan beleegyezést, akaratot, nem talált olyan érzést, amit ki tudott volna használni, ami egy olyan csatorna lett volna Jézus szívéhez, amin keresztül eredményesen tudja a kísértését érvényre juttatni. És az a kérdés, hogy nálunk talál-e Hogy mi van bennem, amely nyugszik, amely olyan, mint az Ausztráliában a mag, amely benne volt a Földben, a tűzvész elvonult, elpusztította a növényzetet, most napfényhez jutott, és jön ki. Ott volt, nem most került oda. Ott volt. Éveken keresztül ott volt. És egyszer csak kedvező körülmények közé került, és az kijött. Hallottam egyszer egy mondást egy kedves testvéremtől. Azt mondta, a tejből csak annyi vajat lehet kiköpülni, amennyi benne van, de az nagy nyomáson mind kijön. Ezért nagyon nagy kérdés ez, hogy vajon az imádságainkban Isten lelke felszínre tudja hozni ezeket az időzített bombákat, és lehet-e időben hatástalanítani őket. Vagy pedig feltehetjük azt a kérdést, hogy ha nem tudja az Isten a Biblia olvasása és az imádság közben ezeket elénk hozni, akkor milyen eszközök maradtak a mi formálásunkra? Ez a kép Zsoltárok könyvében azt mondja, hogy maradt a zabla, maradt a kantár, a kötőfék, amelyeket meg kell rántani, amelyek fájdalmat okoznak, és amelyeken keresztül lehet irányítani. Mi döntjük el részben? Mi döntjük el, hogy a szemeivel tanácsolhat bennünket, mert a szemébe nézünk, vagy pedig az utunkba kell helyeznie olyan akadályokat, külső, kényszerítő körülményeket, megszégyenítő bukásokat, fájdalmas kudarcokat, fájdalmas és megalázó próbákat, szorongató tapasztalatokat, mert ő szeret bennünket és meg akar menteni. Ő ezt az árat is vállalja, csak hogy megállítson minket a rossz úton, és visszafordítson, és a jó útra tereljen bennünket. De mennyivel fájdalommentesebb lenne, hogyha meghallanánk a kiáltó szót a hátunk mögött, ha jobbra vagy balra elhajoltunk. Mennyivel fájdalmasabb lenne, ha csak azt a fájdalmat kellene átélnünk, ami az önmagunk, az Isten színe előtt való szembesülés önmagunkkal az is fáj. Én nem mondom, hogy ez fájdalom nélküli. Dönthetünk úgy, hogy menekülünk. Dönthetünk úgy, hogy nem engedjük szóhoz jutni az Isten a lelkünkben. De akkor azt választjuk, hogy sokkal nagyobb fájdalmakon keresztül érje el, hogy végre megálljunk és meghallgassuk őt. Nekünk nagyon nem mindegy, hogy csak lelkesen imádkoztunk, vagy pedig az Isten lelke el tudott vezetni a legfontosabb kérések felismerésére és kérésére. Azt kell mondjuk, arra következtetésre juthatunk el, hogy az imádság és az igeolvasás, és az igeolvasásból következő ima imádság a legkevésbé fájdalmas, a legfontosabb, és a legkevésbé fájdalmas eszköze az Istennek a jellem átformálására. Olyan jó lenne, ha itt tekintenénk az ima alkalmainkra. Az ima alkalom a legfontosabb és legkevésbé fájdalmas eszköz arra, hogy az Isten átformálja az életemet és ha ehhez méltó lenne az ima életem. Nézzük akkor, hogy hogyan segít rajtunk az Isten lelke, hogyan siet segítségünkre az Isten lelke. Azt olvassuk a Római Levél 8. fejezet 26. versének a második felében. Azt mondta tehát, hogy mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, mi nem tudjuk de maga a lélek esedezik, jár közben kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Van egy rész, amit jelöltem, áthúztam az igében, megnéztem a görög szövegben, nincsen benne az, hogy Isten lelke esedezik miértünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, a miértünk az nincsen benne, hanem annyi szerepel benne, hogy Isten lelke esedezik, kimondhatatlan, és itt megint egy pontosítást hadd tegyek. Szó szerint az szerepel a görög szövegben, hogy nem kimondott. Isten lelke esedezik nem kimondott fohászkodásokkal. Nyög és sóhajtozik. És olyan könyörgéseket sóhajtozik, amely tökéletes összhangban van az Atya akaratával. Mit jelent ez a segítség? Én úgy értettem meg, és ez a meggyőződésem, hogy Isten lelke másként jár közben, mint Jézus Krisztus. Jézus Krisztus a saját áldozatára hivatkozva az Atya színe előtt megjelenik, és közvetíti a mi imádságainkat, hozzáteszi a maga érdemét, kezességet vállal értünk, és egyetlen közben járunk ilyen módon. Az Isten lelke viszont a mi szívünkben nyög és sóhajtozik, és el akar vezetni oda, hogy amit ő szeretne kimondani, az a mi ajkunkon jöjjön ki. Azt mi mondjuk el. Ezért nagyon fontos, hogy nem ő mondja ki. Ezért nem kimondott fohászkodásokkal könyörög, hanem nyög, sóhajtozik bennem, és én mondom ki, amire az Isten lelke elvezetett. A, biz a Biblia kommentár hatodik kötetben, Teigéd igazság címmel jelent meg magyarul, a következőt olvassuk ezzel kapcsolatban. Krisztus a közben járó, és a Szentlélek szüntelenül közben járnak az emberért. A lélek nem úgy esedezik értünk, mint Krisztus, aki a világ megalapítása óta kiontott vérét ajánlja föl, hanem a szíveken munkálkodik. Imákat és bűnbánatot, dicséretet és hálaadást váltva ki. Az alkunkról szóló hálás köszönet annak eredménye, hogy a Szentlélek szent emlékek húrját pendíti meg az emberben, fölébresztve a szív zenéjét. Így jön tehát Isten lelke a mi erőtlenségünk segítségére, a mi segítségünkre, hogy ő indít bennünket kérésekre, amelyeket ő nem mond ki helyettünk, hanem szeretné, hogy felismerjük és kimondjunk. És ezért egy nagyon fontos kérdés, a következő kérdésünk, hogyan ismerked, ismerhetjük meg, hogyan ismerkedünk meg a lélek hangjával az életünk során? Én szeretném először is azt nagyon hangsúlyossá tenni, hogy ez egy tanulási folyamat mindannyiunk életében. Senki nem úgy születik, hogy ő tudja, hogy hogyan kell együtt járni és hallgatni a lélek hangjára. Hanem ezt meg kell tanulnunk. Sámuel története számomra egy nagyon szép történet ebből a szempontból. Azt látjuk, hogy ott van a kis Sámuel, a fiatal Sámuel a templomban, és készül lefekvéshez, és ahogyan lefekszik, egyszer csak hall egy hangot. És ez a hang azt mondja, hogy Sámuel, Sámuel. Sámuel fölkel, és oda rohan a főpaphoz, Élihez, és azt mondja, itt vagyok, mert hívtál. És mondja, hogy nem hívtalak. Mit tanulhatunk meg ebből? Sámuel nem tudta még, hogy ez az Isten hangja volt. Másrészt megtanulhatjuk abból, hogy egy ugyanolyan valóságos, hozzánk szóló, érzékelhető, észlelhető beszéd, hogy összekeverhető. Összekeverhette Éli főpap hívásával. Arra is tanít engem Sámuel, hogy a készség mennyire fontos. Olyan szimpatikus számomra, hogy elsőre fölpattan és rohan oda. És másodikra is felpattan és rohanoda oda. És amikor a főpap elkezdi tanítani, hogy amikor ezt a hangot hallod, akkor mondd azt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. Aztán a második dolog, nagyon nagy jelentősége van a Biblia olvasásának, mert a Biblia Isten lelkének az ihletésére jött létre, az Isten lelke szól hozzánk, miközben olvassuk a Bibliát ismerkedünk az Isten lelkével, miközben személyesen kezünkbe vesszük, és hagyjuk, hogy megszólítson bennünket a Biblia. Én nagyon szeretnék mindenkit arra kérlelni, hogy ne egyen gyors kaját, lelki értelemben sem. Amit mi itt kapunk, ez olyan, mintha elmennénk a McDonald'sba. Más olvasott, más gondolkozott, összerakta, és elmondja vegyük elő a Bibliát, és olvassunk magunknak. És küzdjünk vele. Nem biztos, hogy értjük. De küzdjünk vele. Mert az Isten lelkét onnan ismerjük meg. Abból a szóból fogjuk felismerni. A harmadik dolog, és szintén egy nagyon érdekes összefüggés számomra, Jeremiás prófét a könyve 31. fejezetében, a 31. verstől kezdődően találunk egy részletet, amely az új szövetségről szól Jeremiás próféta könyvében, és ebben a ö, szakaszban, a 31. fejezet 31-34. verseiben kicsit kivonatosan csak az új szövetségre vonatkozó részt fogom idézni. A bűnren, ö, bocsánat, ime eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Ez lesz a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be. Előző pont. A Biblia olvasása közben szívemben rejtettem a te beszédedet, hogy nevét védkezzem ellened. Isten szeretné beírni a szívünkbe, a gondolkodásunkba, a lelkünk mélyébe beégetni az ő beszédét, hogy az ott igazságként mércéje legyen a lelkiismeretem működésének, a gondolkodásomnak, az egész életemet átjárja. Ez az első ígéret. Azt mondja, Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Személyes szeretet, kapcsolat az Istennel. Én az Isteneddé leszek, te az én gyermekemmé leszel, te az én népemmé leszel. És... Nem tanítja a többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát. Találkozom néha emberekkel, akik azt mondják, hogy nekünk te ne beszélj, hát itt van, nem tanítja senki az ő felebarátját. Általában nem szoktak meggyőzőek lenni számomra, hogy nincsen szükségük igei világosságra. Mi az, amiről itt beszél? Nézzük csak meg! Nem tanítja senki az ő felebarátját, mondván ismerjétek meg az urat miért? Mert minnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva, nagyig, azt mondja az Úr. De figyeljük meg, hogy nem ér véget a Biblia versét, hanem van egy mert. Miért ismerik meg, miből ismerik meg az Istent mindannyian? Mert megbocsátom az ő bűneiket. És vétkeikről többé meg nem emlékezem. Vagyis azt mondja, hogy van egy olyan folyamat, ami életünkben, amely különleges módon tanít bennünket, Megismerni az Istent, megismerni a lélek hozzánk szóló szavát. Ez a folyamat pedig az a folyamat, amikor az Isten azért küzd, hogy én rádöbbenjek a bűnös voltomra, felismerjem, hogy mi a bűn, bocsánat, ne mondjunk egymásnak ilyet, hogy ha valamivel megbántottalak, akkor bocsáss meg nekem. Ez semmit nem ér, semmit. Mert olyan nincs, hogy ha valamivel. Én valamivel még soha nem bántottam meg senkit. Konkrét dologgal megbántottam. De az nem ha valami. Bocsáss meg, hogy beszóltam neked. Az valami. De nem ha valami. Értjük? Olyan ásságos ez a mondat, hogy el nem tudom mondani. Nem. Nézzünk szembe konkrétan, hogy mivel bántottam meg a másikat, és mondjam el neki. Az Isten lelke először ezért küzd, hogy ismerjem fel, tudjam néven nevezni, jussak belátásra, jussak el oda, hogy nem a büntetéstől fének, hanem valódi bűnbánat alakul ki bennem, jussak el oda, hogy bocsánatot kérek érte, hogy rendezem, és hogy jussak el oda, hogy bízom a kegyelemben, hogy halljam meg az üzenetet: Nem kell meghalnod, elvettem a te bűnödet. Ebben a folyamatban az Isten lelke türelmesen, finoman, tapintatosan keresi a réseket a lelkünkön. És próbál elgondolkoztatni, próbál hatni ránk, próbál késztetni bennünket. Ez az egész folyamat azzal a haszonnal jár az életünkben, azon túl, hogy Megtérés lehet az eredménye, és a halálból az életbe mehetünk. Azzal az eredménnyel jár, hogy közben megismerjük az Istent. A következő a csendnek a jelentősége. Olyan érdekes volt számomra néhány évvel ezelőtt felismerni, felfedezni azt, hogy vannak emberek a környezetemben, akik nem feltétlenül rendelkeznek azzal a Biblia ismerettel, amit a gyülekezeti tagja, tagoknak megadatott. De sokat vannak csendben. Sokat vannak csendben. És az életük, ahogyan én láttam, sokkal nagyobb mértékben változott, mint azoknak a gyülekezeti tagoknak az élete, akik sokat ismertek, de állandóan nyüzsögtek. De nem voltak sokat csendben. Óriási jelentősége van a csendnek. Szeretnék a Jézus Életet című könyvből, a jártek Pihenjetek meg egy kevéssé fejezetből olvasni egy részletet. Mindenkiben, akit Isten nevel, olyan életnek kell megnyilatkoznia, amely nincs összhangban a világgal, szokásaival vagy gyakorlatával. Mindenkinek személyes tapasztalatra kell szertennie, Isten akaratának ismeretére eljutnia. Egyénileg kell meghallgatnunk őt, aki a szívhez szól. Amikor minden más hang elcsitul, és nyugodtan várakozunk előtte, a lélek csendje még érthetőbbé teszi, még érthetőbbé teszi Isten hangját. Ő int, csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Egyedül itt találunk igazi nyugalmat. Ez a gyakorlati felkészülés mindenkinek, aki Istenért munkálkodik. A rohanó tömeg közepette, az élet feszültségében, az intenzív munkában, a világosság és béke légköre lengi körül az így felfrissült lelket. Az élet jó illatot lehel, isteni erő nyilatkozik meg, amely eléri a szíveket. És végül az ötödik pont, hogy hogyan ismerhetjük meg a lélek munkáját, hangját a szívünkben, ez a békesség. A Kolosszi Levél harmadik fejezet, 15. verse egy nagyon érdekes vers ebből a szempontból az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Az Isten békessége, amelyet a hitből való megigazulás, a bűnbocsánat tapasztalata által ismerhetünk meg, a különleges békesség, amely a, a nyomasztó körülmények között is békességet teremt, legyen a döntő bíró a ti szívetekben. És ezért hatalmas az a történet számomra a Bibliában, amikor Elizeus próféta Naámánnak, amikor elkezd problémázni, hogy most hogyan lesz otthon, hogy hazamegy, akkor nem azt mondja, hogy hát, nyugodtan hajolj meg a Rimon templomában, azt sem mondja, hogy ránéz, és azt mondja, hogy hát ne haragudj, Naamán, már most kezded a megalkuvást. Hanem azt mondja, hogy eredj el békességgel eredje a békességet. Tedd azt, amiben békességed van, és ne tedd, ha nincs benne békességed. Pálapostól így fogalmazta meg nagyon egyszerűen, abban gyakorlom magam, hogy jó lelkiismeretem legyen Isten iránt és emberek iránt. Ez ugyanez a gondolat. A békesség legyen a döntő bíró. Az legyen, ami vezet, ami uralkodik a ti szívetekben az Isten a békességen keresztül képes vezetni az embert. És végül az utolsó gondolatokra térve, tegyük fel azt a kérdést, milyen folyamata van annak, ahogyan az Isten lelke ihleti az imádságot, ahogyan az Isten lelke vezeti az imádságot. Azt mondja a Filippi Levél második fejezet 13. verse, hogy mert az Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a munkálást, a véghezvitelt jó kedvéből. Munkálja a végrehajtást jó tetszése szerint. Azt olvastuk, hogy ő munkálja az akarást bennünk. Ehhez az első lépés, amit a Mózes első könyvében így olvassuk az ígéretet, ellenségeskedést szerzek benned. Nagyon sokszor ez ott kezdődik, hogy Isten lelke egy feszültséget munkál bennünk. Még nem tudjuk, hogy miért. De van bennünk valami, ami dolgozik, ami nem hagy nyugtot, ami ellenségeskedés. Nem nyilvánvaló, hogy miért van bennem ez. De feszült vagyok. Érdemes ilyenkor megállni. Azt mondja, hogy világosságot gyújt a mi szívünkben. Isten az, aki világosságot gyújtott a mi szívünkben. Kikristályosodik, meglátjuk, hogy tulajdonképpen miért vagyok feszült. Mi az, ami problémát okoz? Harmadik lépésben, mikor már tudom, hogy ez az Isten akarata, ez az én akaratom, akkor azt kéri, hogy döntsd el, melyik úton akarsz járni. Döntés elé állít, azt mondja, választanod kell. És tudjátok, nagyon érdekes, hogy ha mi nem akarunk dönteni, akkor úgy teszünk, mintha nem tudnánk, hogy mi az Isten akarata. Képesek vagyunk hazudni saját magunknak. Félelmetesek vagyunk. Inkább azt mondjuk, hogy mi az Isten akarata, mint hogy szóba állnánk azzal, hogy tudom, mi az Isten akarata, azzal is szembesültem, hogy miért okoz ez nekem feszültséget, és hogy döntsek. Ilyen helyzetben sokkal jobb azt mondani, hogy Uram, tudom, mi a Te akaratod, csak még nem állok készen a döntésre, segíts rajtam. És egy nagyon fontos dolog a következő pont, nem csak döntés elé állít, hanem érzelmileg segít bennünket a jó döntést meghozni. Emlékeztet a szeretetére, vonz bennünket, késztet bennünket eddig volt a munkája bennünk az akarást. Ez történik az imádságban, ezzel szembesít minket. És ezt követi, amikor meghozzuk a döntést, és ez egy nagyon fontos lépés, amikor meghozzuk a döntést, ha addig egy küzdelem volt bennünk, mindaz az energia, amit arra használtunk fel, hogy az Istennek ellene álljunk, az megszűnik, az az ellenállás megszűnik. Szabadnak érezzük magunkat, erőt érzünk magunkban. És nagyon sokan ilyenkor fölkelnek, és nekiindulnak, és vereséget szenvednek. Mert az Isten lelke a következő ponton arra emlékeztet, amire emlékeztetett engem is az első kérdés eldöntése után. Hogy könyörögnöd kell, hogy amikor édesapádnak elmondod, mi lesz. Hogy könyörögnöd kell, hogy amikor a tanárodnak elmondod, akkor ő hogyan fog reagálni. Te gyenge vagy, erőre van szükséged, úgy könyörögj erőért, mintha csak rajtam múlna a győzelmet. Isten azt mondja, hogy az akaratod nélkül nem adok neked győzelmet. Úgy hoz döntést, mintha csak rajtad múlna a győzelem. És úgy kér tőlem segítséget, mintha csak rajtam múlna a győzelmed. Amikor ezt megtettük, és rábíztuk az Istenre azt a helyzetet, akkor békét ad. Egy olyan békét ad, ami betölti a szívünket örömmel és reménységgel. Római levelet majd olvassátok el, egy csodálatos vers a 15. fejezet 13. verse. A reménység Istenet töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben. És elindulunk. És a következő pillanatban szembe jön velünk az élet. És jön az a helyzet, amire föl akart készíteni az Isten. És ilyenkor egy nagyon érdekes dolog történik. Az első, pillanat, az első dolog, ami ott történik, hogy Isten lelke emlékeztet minket, hogy ez az, ezért imádkoztál, ezt kérted. Most hozd döntést. Borzalmas az emberi természetem. Egy iszonyú, elviselhetetlen, indulatos, bántó az emberi természetem. Nagyon sokat küzdködöm, nem múlt idő, nagyon sokat küzdködöm magammal, mind a mai napig. Kicsik voltak a gyermekek, és nagyon sokszor előfordult az, hogy hazamentem, szegény feleségem, hát négy fiú. Feszül, a feszültséget mérni lehetett volna a levegőben. És a pakson üzemelni tudtak volna, az tőle az ország fele áramellátása üzemelhetett volna. Reggel azért könyörögtem, hogy tudjak kedves, türelmes lenni a családommal hazaérek, hat rám. És az Isten lelke emlékeztet arra, hogy most, most legyél türelmes. És két dolgot tapasztaltam. Attól függően, hogy mit hoztam döntésként meg. Volt olyan, amikor azt mondtam, hogy hagyj béké. Következő pillanatban elviselhetetlen voltam. De volt olyan is, amikor megaláztam magam, és megerősítettem a reggeli döntésemet, és azt mondtam, hogy Uram segíts, én türelmes akarok lenni. A következő pillanatban olyan nyugalom járta át a szívemet, hogy képes voltam a hisztiző, nagyon érzékeny, van egy gyermekem, aki tanít arra, hogy csak szeliden és türelemmel lehet eredményt elérni. A legkisebb indulatra, a legrosszabbul reagált adott az Isten békességet, erőt, hogy türelmes legyek vele. Isten lelke tehát emlékeztet, kéri a döntésünket, és ha jó döntést hozunk, a következő pillanatban csodát tesz, erőt ad az engedelmességre. És ezzel a verssel szeretném befejezni, azt hiszem, hogy jó Ha annak lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, Ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő ti bennetek lakozó lelke által. Csoda történik. A feltámadáshoz hasonló mértékű csoda történik. Abban a testben, amely képtelen békességgel reagálni, megtörténik a csoda, és képesíti arra, hogy békességgel reagáljon. Ezért, atyám fiai, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, hanem kiváltságunk, hogy lélek szerint éljünk. És a Szent Lélek munkája bennünk az akarást, és megadja a véghezvitelhez a csodát. Én kívánom mindenkinek, aki itt van, hogy minél többször éljen át ilyen csodát. Élj át azt a csodát, hogy nem ő nyilatkozik meg, hanem az Isten lelke tudja uralni az ő életét. Imádkozzunk a lélek által, és keressük, hogy az Isten hogyan indít bennünket imádatra. Amen.